Idén összesen 38 lelkes indulóval tartott érsek családon a Bácska Kupa C kategóriás fogadhajtóverseny első fordulója és az érsek család kupa kettes fogadhajtóversenye. Az akadályhajtás 2016. május 29-én vasárnap 13. alkalommal került megrendezésre. Az ünnepélyesen bevonult és felsorakozott fogatokat és hajtóikat Felső Róbert érsekcsanád polgármestere köszöntötte, majd kezdetét vette a verseny. Engedjék meg, hogy érsekcsanád község önkormányzata nevében köszöntsem Önöket. Általában az érsekcsanádi fogadható versenyekre rá szokta nyomni a bélyegét az eső. Én most megpróbálom talán nem elkiabálni, hogy ezt ma megússzuk, és vízzel csak a vizes akadályba fognak majd tudni találkozni. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan el tudtak jönni érsekcsanádra, és ennek köszönhetően remélhetőleg egy nagyszerű verseny elé nézünk. Én kívánok mindenkinek jó versenyzést, ahol nem politikai értelemben, de nyerjen a jó. A mezőny egyik legfiatalabb fogadhajtója Szirácki Erika, akit arról kérdeztünk, honnan ered, és mikor kezdődött a lovasport iránti vonzalma. 2009 körül kezdtem el érdeklődni a fogadhajtás iránt, édesapámnak köszönhetően, ugyanis ő kezdett el először a fogadhajtással foglalkozni. Én kezdetben még a lovas ügyességi versenyeken vettem részt, majd később a lovak iránti szeretet, illetve a fogadhajtás iránti szeretet átruházódott rám is. Ezért édesapám unszolására saját fogatot alapítottunk, először egyes fogattal, majd később édesapám kettes fogatát kezdtem el versenyszerűen hajtani. Az érsekcsanádi pályán is nagyon szívesen versenyzek, itt helyi közönség előtt hajtjuk meg a lovakat, mégis teljesen más érzés. Illetve szeretjük ezt a pályát, ugye ide épült egy vizes akadály is, amiben ugye nagyszerű belevezetni a lovakat, illetve szép környezet van, a pálya minősége is megfelelő arra, hogy jó és szép versenyt zárjunk. Hál' Istennek apa úgy áll a dolgokhoz, hogy van a családban még egy olyan ember, aki rajta kívül szereti a fogadhajtást, erre ugye büszke is, így meg szokta engedni, hogy a délutáni versenyszámokba induljak, amikor itthon vagyok. Legjobb eredményemnek, illetve legszívfeszólóbb eredményem az egy emlékverseny, Neisz Ferenc emlékversenyén a kezdő kategóriában első helyet szereztem meg, és ez azért áll legközelebb a szívemhez, mert tőle tanultam meg igazából a fogadhajtást, ő volt az, aki megtanított, illetve az első versenyen, ami érsekcsanádon volt, hála neki, apa megengedte, hogy már akkor az első versenyen kívül meghajtsam a kettes fogatot. Nagyon-nagyon fontos a háttértámogatás, mindenféleképpen egy versenyre egyedül nem lehet eljönni, nem lehet felkészülni, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen környezetben nevelkedtem fel. Ami kell hozzá, az ugye türelem, kitartás,
illetve ilyen apuka. Dr. Tóth Andrea dunaszecsőiese versenyzője beavatott minket, hogyan is telnek a hétköznapok egy fogadhajtó életében. Fogadhajtással 2 éve kezdtem foglalkozni, ez a második versenyszezonom. Idén rajtengedélyvizsgáztam B kategóriából, múlt héten volt az első B kategóriás versenyünk. Hát egyébként egyelőre még itt a C kategóriában, Baranya megyei bajnokságban tervezzük a pontgyűjtő bajnokságban való részvételt, és akkor a közelben lévő B-s versenyeken próbálnánk ki magunkat így a 3 napos versenyeken. Egyébként a hétköznapokban reumatológusként dolgozom a Mohácsi Kórház reumatológiai szakrendelésén, és kedden és csütörtökön délutánonként vannak a fogadhajtó edzések, és hát általában, amint indul a szezon, akkor minden hétvégén szinte versenyen vagyunk. És hát Forgóval és Alexszal most 1 éve dolgozom együtt. Itt Érsekcsanádon másodszor veszek részt versenyen, tavaly volt az első, ez volt a második. Hát nagyon, nagyon szép környezet, nagyon rendezett minden, nagyon tetszik a helyszín. Az eredményen majd jövőre kicsit próbálunk még csiszolni. Varga János, a Herceg-Szántói Lovas Egyesület versenyzője kitűnő hajtással szerezte meg a Bácska Kupa C kategória első fordulójának első helyezését. Nagyon örülök, hogy itt lehettem Érsekcsanádon, és ezen a szép pályán, ezen a szép helyen hajthattunk, és ez egy külön boldogság nekem, hogy itt nyerhettem. Azt nagy örömmel szoktunk többi években is idejönni, de nem mindig jön össze az első helyezet. Hát köszönöm Érsekcsanádnak és itt a helyi rendezőknek, hogy részt vehettünk ezen a programon, és külön boldogság ez az első hely nekünk. Az Érsekcsanád kupa első helyezettje Nánai Zoltán, a Bácskai Lovas Egyesület versenyzője lett. A jó hangulat, a fogatok látványa, a nagyszerű verseny és családias légkör ismét bizonyította, érdemes kilátogatni Érsekcsanád szabadidőparkjában.